szia, szevasz, üdvözlök mindenkit ezen a szép napon, reggelen. Még egyszer mindenkinek kellemes ünnepeket szeretnénk kívánni. Remélem, hogy nagyon jól tellik a karácsonyotok. Jelenleg mi nálunk szombat reggel van, majdnem 9 óra van. Ahogy látjátok, itt vagyunk kint a parton. Kijöttem én és a Lukasz, kivezettünk egyet a Mazdával, amúgy itt van ő is. Szervusz, mi helyzet? Éppen iszunk ilyen juice-t, a Lukasz iszik. Megálltunk egyet, szép az idő. Ugye mondtam, hogy tegnap ilyen esős, felhős idő volt, és ma reggel felébredtünk. Látod? Egy-két felhő van az égen. Ugye én azt mondom, hogy szép karácsonyunk lesz, legalábbis a mai nap szép lesz, aztán holnap majd meglátjuk. Amúgy sokan fürdenek, mutatom. Látod? Reggel hány óra van? 9 óra van. Ott már strandolnak, jetskiznek. Amúgy ez az a rész, ahol ki lehet menni ugye az óceánra, hogyha itt körbe kihajózol egészen arra felé, ott van a kijárat. Ott szembe, arra pedig Surfers, ugye a Gold Coastnak a központja van, ami ott lakik az öcsém, látod, ott abban valamelyikbe. Pont a fanövényzettől nem lehet látni. Így megy egy pár jetskit, és egy pár hajót a túloldalt a távolba. Iszunk most egyet, aztán megyünk tovább, hogy hova, azt még nem tudjuk. A feleségem, a Davis otthon maradt meg, ugyanis a feleségem készülődik. A Davis meg ugye még túl pici, hogy beleférjen, nem az, hogy beleférjen a Mazdába, nem ugye, hogy beleüljön a Mazdába, mert nincs benne gyerekülés. Amúgy lehet belerakni gyerekülést, de hárman nem férünk sajnos be, úgyhogy otthon maradt. Közben itt várjál, mindjárt mutatom neked, hogy jetskivel húzzák egymást. Na várjál, elment a jetski, nem ebbe az irányba jött. Az előbb itt húzogatták egymást, olyanokat estek, mind a fene. Ez a Lukasz oda néz, hova ment? Elment eldobni a szemetjét. Várjál, felállok, amúgy itt vagyunk ezeken a nagy köveken, látod? Ilyen köves rész, le lehet ide ülni. És ami ezt most csinálták meg ezt a részt, eddig nem ilyen volt, nem tudom, hogy emlékeztek rá vagy nem, de szoktunk erre járni a Mazdával, meg egyszer apukámmal is itt voltunk, itt betonút volt. Átalakították ezt az egészet, és most ott van betonút középen. Amúgy mit forgattunk itt? A filmnek az utolsó részét, ugye? Pont egy évvel ezelőtt voltunk itt, ott a túloldalt, ja a másik film, az Ausztrál vakáció, ott a túloldalt, ott forgattuk. Annyi autó volt itt ilyen földes, poros út volt, és az egészet most így megcsinálták. Mi az? Nem tudom, kaki, lehet, hogy kutya kaki, te. Ja, most álltom már! Te, nem szállt be az autóba így. Visszaértünk, megyünk tovább, úgy döntöttünk, átmegyünk a túloldalra, és kisétálunk ott egyet. Mi van, jössz vagy nem jössz? Ja. Mi, te vezetsz? Aztán azt mondta Lukasz, hogy talált egy, milyen követ találtál? Talált egy követ. Miért? Ekájt. Nem tudom, mi a magyar neve, várjál, mutatom. Állítólag, én nem ismerem a köveket, a Lukasz állítólag ismeri a köveket. Ez a, milyen kő? Ekáj. Ekájt. És ez miért érdekes ez a kő? Már, explain way to them. Azért, mert nagyon nehéz ilyen követ állítólag találni. Nem tudom, nekem ez csak egy babics. A legnehezebb. A legnehezebb. És ezek szerint nagyon szerencsések voltunk, mert a Lukasz talált itt egyet. És honnan tudod, hogy ez olyan kő? Mert én nézem a neten, és én sztorjem ilyen kövök a neten. Azt mondja, azért, mert nézi ugye az interneten, és tanulja, hogy milyen kő, melyik kő. Úgyhogy, most bekötjük magunkat, aztán kivezetünk oda, valószínűleg ott is kiszállunk, hogy sétálunk, oda ki lehet menni egészen az óceán, oda ki akarunk menni az óceánpartra, aztán ugye délután megyünk át a szüleimhez ebédre, szentestei ebédre, vacsorás ebédre, vagy hasonló, ugye 4 órára. Úgyhogy, indítjuk az autót, húzzuk a tetőt, ugyanis meleg van. Hány fok van? 20, mennyi van? 30, 27 fok van. Na, tető lement, mi indulunk. Átjöttünk ide a túloldalra, mármint átvezettünk, csak kiszálltunk az autóval, sétálunk le a tengerpart felé, csak át kell menni egy ilyen erdős részen. Várjál, ez jelenleg még nem ott vagyunk, még de jelenleg tartunk arra felé, de majd mindjárt megmutatom, hogy hol érünk. Ott félni kell, legalábbis ott mindig félek, ugyanis elképzelhető, hogy vannak ugye ott kígyók, meg hasonló állatok, amiket mi nem szeretünk. Itt van az erdős rész, látod? Erről beszéltem, nem is erdős rész végül is, csak ilyen fás, növényzetes rész végül is. Megy át itt az út. A bogarak, te, megesznek minket, annyi bogár, nem is bogár, légy van erre felé, hogy a tengerpart ott van lent, mindjárt itt kérünk, az autót meg ott állítottuk meg azon az oldalt. Kígyóval még nem találkoztunk, remélem nem is fogunk. Mit csinálsz? Mivel? Megint kavicsot találtál? Nem, ez mindig. Az én ugyanaz. Majd állagyod, aztán nézegetsz. Amúgy oda befelé, látod, oda nem igen lenne kedvembe menni. Amúgy, hogyha jobban meghallgatod, hallod? Az óceánt. Itt van mellettünk, ott zug.
kiértünk amúgy abból az erdős részből. Itt van, itt majd kifelé látod a víz az óceánból. Márta! Mit láttál? Én dobtam és majdnem nem fogtam és csak így fogtam. Hát te nagyon ügyes voltál. Ott megy ki egy jetski, látod? Amúgy jönnek itt be a hajók, itt lehet kimenni hajóval, meg bejönni a hajóval, ugye. Itt, hogy itt nincsenek hullámok. Arra felé, úgyhogy arra kisétálunk, kinézünk egyet, aztán visszajönk az autóhoz valószínű, hogy nagyon sokan jönnek, mennek, látod mindenfelé. Meg itten van egy ilyen strandos rész is, sokan itt lent fürdenek. Mindjárt megmutatom neked, kicsit feljebb érünk. Itt a strandos rész. Látod, amíg ott nincsenek életmentők, senki nem néz semmit, úgyhogy vigyázni kell. Mit? Bemenni, nem oda, átmenjünk a majdnem a végére, megnézzük. Ott jönnek fel a hullámok. Na várjál, itt egy kölgykavics. Oda nézd ezt a nagy csónakot, hajót. Megy ki az óceánra, te elfogadnál én is egy ilyen hajót. Mindjárt átmegy a hullámokon. Most olyan nagyon nagy hullámok azért nincsenek, átlában, néha nem átlában, néha szoktak nagyon nagyok lenni. Addig tudnak kimenni ezek a hajók, csapkodja őket a víz. Ott a túloldalt, ott látod, meg csak hajóval lehet kimenni, ugyanis az egy ilyen sziget. És innét átmenni oda nem lehet. De azért nincsenek is ott nagyon sokanként. Mit mondasz? Mit találtál? Miért? De hogy ugraszod az, hogy véletlenül a belesél, aztán nem tudlak kihúzni. Ja, 127 óra az a film, azt beszorul a kezed, aztán majd le kell vágni. Na gyere! Oda néz, szörfözik az ember. Mindjárt beesik a vízbe. Hogy kijött egész végig? Az elét elfelejtettem, nem tudtam lefilmezni nektek, mikor felkapaszkodott a hullámra, de egész jó kiment odáig. Amúgy vannak bent sokan ott is. Nézd, jön a helikopter, nézi a vizet, hát valaki meg akar fulladni, vagy éppen cápa jön. Mi már majdnem kint vagyunk a végén. Na gyere, mindjárt ott vagyunk a végén. Te, nem sok ember gyarogol ki idáig, nem tudom, hogy miért. Átlába jönnek, és ott félúton megállnak, megfordulnak. Idáig egy-két ember látok például, ezek is ide kijöttek, nem mondjuk, mint mi. Na, hogy itt egy ilyen világító torony, ilyen lehessen látni este a hajóknak. Ja, nehogy megfogjad. Ja, hogy jól megráz. Na gyere ide. Csak van kicsi. Úgyhogy ennél tovább kimenni nem tudunk. Ha arra elnézünk, akkor látod, ott az a másik tengerpartos része, ahol csak hajóval tudunk kimenni, vagy tudnak az emberek kimenni. Mit? Mit mondasz? Na várjál, valaki hív minket, szól a telefon. Na gyere, erre ráállhatsz, de csak ide, ennél tovább nem, ott megállsz, nagy véletlen beleessél, ja. Ott van Surfers Paradise, amit mondtam az előbb, az a Gold Coastnak a központja, kicsit ráközelítek, majd azok a nagy házak. Ja, vigyázz, mert véletlenül jön egy hullám, közben csapkodja a szél a hullámokat. Mit láttál? Ja, most megy a fejedre. Ja, kicsit ott. Amúgy ide akkor kell visszajönni, hogyha hullámokat akarsz látni. Hallod, Lukasz? Mikor rettentően ilyen nagy vihar van, de akkora hullámok vannak itt, kicsap mindenhova. Ugye most nem más csinálunk, mint mit. Visszamegyünk az autóhoz, aztán megyünk tovább valamerre. Rendben van? Hova rohanunk, te! Amúgy jövünk vissza ide a jövő héten valamelyik nap, ugyanis itt fogunk filmezni a Villamos Jöttnek egyik részét, közben Lukasz elrohant. Tengerparti rész lesz, ugyanis sok érdekes dolgot fogunk filmezni, de majd meglátjátok. Mit csinálsz? Mit? Futni? Hova tudsz futni? Hát fussál! Csak ne a víz felé! Majd várjál meg ott a végén! Ja, úgy, aztán, hogy belesed, azt nézeget. Amúgy ott már sandulnak. Mikor van amúgy 9 óra múlott, ugye 9 óra 30 van, de most már van egy pár ember ilyenkor kint. Sokan kijönnek ide karácsonykor, ugye nem csak ide, egész végig ugye a turisták, az itt lakók is lejönnek egyet fürdeni, strandolni, körbejárni. Majd lehet, hogy mi is lejövünk valamelyik nap. Ha nem is holnap, lehet, hogy holnap után, holnap ugye zárva lesz minden. Majd meglátjuk. A Lukasz azt hiszem elfáradt, mindjárt beérem, látod? Oda lejut. Hogy itt van sok kutya lent a parton, oda néz. Itt nincs kirakva a tábla, ugye, mert nincsenek életmentők, úgyhogy itt lehet kutyát sétáltatni. Na mi a helyzet? Elfáradtál? Mit csináltál? Megvan még a követ? Na gyere, menjünk, mindjárt visszajönjük az autóhoz, egy ilyen 15 perc gyaloglás. Jó messze álltunk meg mindenkitől, ugye, szeretek messze megállni az autóktól. Na jó, nehogy véletlen, hogy valaki nekem jöjjön. Most miért ott bújsz át? Körbe is tudsz jönni. Jó van, na gyere.
Menjünk! Ott, megint eldobtad a kövedet? Gyere, 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 nézd ott, jön be egy másik hajó. Olyan nagy hajókkal mennek itt ki, te. Majd egyszer érünk a lotton, nekünk is lesz egy olyan nagy hajó. Most egy nagyobb indózó! Jaj, nagyobb! Lesz olyan nagy, amúgy ez az ausztrál karácsony, ilyen meleg van, nem esik a hó, és ahogy mondtam, sokan jönnek le a tengerpartra fürdeni, gyalogolni, sétálni, főleg mondjuk a turisták, de ahogy mondta az itt lakók is. Mi van, jössz? Ja. Nézd, mennek ki a jetskisek. Nagyokat ugrálnak ott a hullámokba. Jött az előbb be egy ez a hajó, jó nagy hullámokat csinált. Ne, az lassan megy, ülnek rajta többen. Ketten. Na gyere! Visszaérkeztünk, a Lucas haja izzadt, te kezdem el melegezni. Jelenleg mennyi van? 28 fok van, de párás az idő, azért izzadunk. Bekapcsoltam a légkondit, igaz, hogy le van húzva a tető, de ilyen meleg váltában beszoktam kapcsolni a légkondit, hogy hideg levegő ugye fújjon ki mindenfelé. Amúgy egy kicsit úgy jobb. Nem olyan túl jó, mert ugye nem sül le a levegő, de nem minden. Úgyhogy, hova megyünk? Valamerre, szörfözbe beautózunk, aztán nyújunk majd hazafelé. Ha tudok, majd filmezek, de nem hiszem, hogy megállunk, de majd meglátjuk. Ugyanis az autóból ugye kamerázni nagy nem tudok, mert hát ha meglát a rendőr és nyitott az autó, na minden. Úgyhogy menjünk. Megyünk befelé, szörföz felé, bár majdnem, hogy itt vagyunk, a Lucas filmezik, már amennyire tudom itt halulról. És a Lucas mindig felfelé filmezett. Tudom. Ott hallottad? Ott volt valami, azt hiszem, hogy Ferrari, nem tudom, hallottad el a hangot. Én hallottam. Hallottad? Ami itt van lenne a tengerpart előttünk, meg így balra, hogyha nem engem filmezel, hanem arra felé, akkor meg tudod mutatni nekik. Hallod? Itt? Mindjárt itt a fanövényzet mögött. Figyelj! Ta-ta-ra! Itt van, még nem lehet látni, hát, főleg ahogy te filmezel. De itt futnak az emberek. Ott, látod? Lehet látni, vagy nem lehet látni? Én nem tudom. Nem tudod? Itt van az életmentő. Ah. Ja. Ui. Ott van a tengerpart, látod, Lucas, látod a kamerám a tengerpart? Gondolom, ja. Na nézd, itt állnak a rendőrök. Valamit csinálnak. Mindjárt átvegyünk rajta. Itt van szörföztek a központja. És látod, mennyi turista van? Ha előre filmezel, talán jobban lehet látni. Látod? Na, menjünk visszafelé. És a Lucas nem tudom, hogy mit filmezett meg, mit nem. De ott vannak a rendőrök, látod? McDonald's! Nézik a forgalmat. Ja, itt a McDonald's. Amúgy elég sok turista van. Ilyen korai reggelen is. Van itt sok kávézó, jönnek az emberek mindenfelé. Ott az életmentőt van a jobb oldalt, látod? Hozzáérkeztünk, ahogy látjátok, mivel olyan nagyon meleg van, mondj itt a Davis. Mondjad, hello! Na, most miért köptél magadra, te? Mivel nagyon meleg van, nem más fogunk csinálni, mint... Mit fogunk csinálni? Kiburulni itt az ágyon inni egyet, és utána hova megyünk? Hol? Hol voltál te eddig? Mamá persze, kiakadt az agya a Lucasnek, ugyanis meleg volt a Mazdába hazafelé. Úszni megyünk, lemegyünk ide a verencébe, nem? Hol voltál te? Ha menjél, húzzad az fürdőruhádat. Te is húzd, hol vagy? Húzd a fürdőruhádat. Én is húzom a fürdőruhámat, ugyanis felevettem a fölsemet. Jön a feleségem is. Kamerát levisszük, de mivel nincs itt a vízálló kamera, ugye a GoPro-m már nincsen meg, mert egyszer múltkor eladtam, és a másik vízálló kamera, amit kölcsön kaptam, nincs feltöltve. Hoppá! Ezért leviszem ezt, megmutatjuk az, vagy megmutatom az alsó részt, de bele a vízbe sajnos ezt nem tudom belevinni. Mi a helyzet? Mit nézünk? Jingle All the Way. Látod? A magyar címe pedig, amiben az Arnold Schwarzenegger játszik, és azt a bábút akarják megvenni, ugye? Na, olyan mi? Sokszor. Ja, sokszor. Mindig, nem mindig, de nagyon sokszor karácsonykor megnézzük, ugye ezt játsszák a tévébe. Tévébe játsszák, ugye? Ja. Ja. Hova rohansz? Bum! Na, leérkeztünk. Kíváncsiak, hányan lesznek. Vannak lenne egy páron, látod? Na, húzzuk vagy nem húzzuk? Nyomjuk. Mennyi? What is it? Ojjajjaj. Azt is nyitjuk. Can you... Ki? Na, kimegyünk. Megnézzük ezt a hideg vizet. Hova mész? Na, úszunk egyet. Épp, hogy csak kijöttem egyet. Ittam egyet, megtörölkeztem, ami ez a medencénk, látod? Ketten vannak lent. Ott a folyó szembe.
hogyha most úsztunk egyet tovább, a Davis nagyon élvezi, meg a Lucas is, aztán valószínűleg felmegyünk lassan. A napon meleg van, de itt benne, itt egy kicsit hideg van, hűvösebb van itt a hűvösben. Befejeztük az úszást, de megyünk felfelé, kicsit hideg van így vízből kielve. Amúgy ilyen mindenki. Ja. De is megértük kirángatni a vízbe. Nagyon élvezte. Na most elmegyünk, aztán valószínűleg gyorsan eszünk valamit, és elmegyünk aludni. Legalábbis a Davis egyet, jó? Nyuszi! Na mi van, jössz? Mit csinálsz? A jelent mindenki fel közben, látod? Csak mi maradtunk az utolsók. Úgy nem volt olyan nagyon hideg a víz, csak először, amikor belementünk. Úgyhogy most gyorsan felmegyünk, jó? Feljöttünk, le is zuhanyoztunk közben, meg is ebédeltünk, ilyen korai ebéd volt. Mit csinálsz? Éppen készülődünk. Amúgy, hova mész? Nem tudom. Amúgy mindenki élvezte az úszást, bár nagyon úszni ugye nem tudtunk lent, meg nagyon videóz is tudtunk ott lenni, ugye. Mert ezt a kamerát nem akartam bevinni a vízbe. Várjál, csak azt hallgatom, hogy mit csinál a Davis, azt hiszem, hogy valamit pakol. Én azt hiszem, hogy a... Aztán! Vizet pakolja, nyuszi, te! Jaj! De nem lehet melletted unatkozni sosem, mi? Oda, de ne pakold ki az összeset, oda visszatesszük. Jó? Na! Úgyhogy most nem másról csinálni, mint lassan el fogunk készülni, és emlék ugye a szüleimhez. Hány óra van? 2 óra 35 perc van, még mindig van időnk, olyan 4 óra körül megyünk oda. A Davis nemrég ébredt amúgy fel, épp hogy csak evett egy nagyon picikét, ugye, aztán majd ott fogunk ebédelni, vagy nem is tudom, vacsorázni, nem vacsorázni, ilyen kettő között, ilyen 4 órai, nem tudom, valami eszünk, majd megint pakol, várjál, meg kell nézni. Aztán még mielőtt emlékünk meg kell osztani ugye a mai videót. Ja, meg nem osztottam meg, mit csinálsz? Nem játok? Jaj, te! Elindultunk a szüleimhez, jön a Lucas, valahol itt megöttem. Szép a sapkát. Ja, találtam 5 centet. Nagyon jó, nagyon szép a sapkát. A feleségem is mindjárt jön, csak nézi, hát még a Mikulás. Nem akarom mondani, ugye, hogy miért a gyerekek miatt, hát ha valaki felnőttek meg úgyis tudják, hogy miért maradt ott a feleségem egy percre. Amúgy jön utánunk ő is. Ja, aztán megyünk és eszünk. Aztán jön a Mikulás. Jó? Közben levet a nap is. Ott voltunk ugye a szüleimnél, sok mindent próbáltam filmezni azért itt-ott, úgyhogy valószínűleg zenére megszerkeztem, ugye, de mondtam, hogy ugye nehéz lesz, mert filmeztem a családi videót is, meg nem is filmeztem, de egy pár részre ugye megpróbálok megszerkeszteni. Sok mindent ugye nem csináltunk, ebédeltünk, vagy vacsoráztunk, ebédeltünk. Beszélgettünk, játszottunk, elvoltunk ugye szokásos dolgokat. Most még hazérkeztünk, itt is ugye kibontották a Davis és a Lucas az ajándékaikat. A Davis most meg fog vacsorázni, és utána valószínűleg ugye el fog menni aludni, mert már kezd egy kicsit késő lenni, ugye ilyenkor általában már meg is fürdött, és majdnem, hogy elmegy aludni. De ma is ugye kicsit tovább ugye fennmaradhatom, most éppen ott bent játszak fel a hátul. Úgyhogy ezt a videót én itt most befejezem, még egyszer mindenkinek kellemes ünnepeket szeretnék kívánni. Remélem, hogy nagyon jól telik a karácsonyotok. Mára ennyit, mindenkinek további szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét szeretnék kívánni, attól függ, ugye, hogy mikor nézitek. Ahogy szoktam mondani, sziasztok!